Ebben azt hiszem, hogy együtt kell működni a kicsit, amelyik. Megzavar mindenkit, amikor cigány festünk, elkezd arról beszélni, hogy nem cigány festünk. És nem, persze ez így van, hozzáteszem, talán túl sokat beszélek róla, inkább befejezem, azok az alkotók vannak nagy többségben, akik cigány festőnek tartják magukat, és ezt így is be kell, hogy semmilyen akadály nem jelent az egyetlenes sírvállás előtt. Hát szeretném bemutatni azokat a munkatársaimat, akik részt vettek a könyv létrehozásában. Kerényi János tervezte a könyvet. Kerényi János nem jött a dolgozóban, ott dolgozik a cigányházban. Ferenci Noémi Díjas művész, ő maga is művész, de a könyv tervezés terén számtalan díj birtokosa. Szeretném bemutatni azokat, akik jelen vannak, és akik nagyon nagy munkát végeztek az előttes születek során. Balogh Tibor itt van. Balogh Tibor. Tibor az előkészítés, a közgyűjteményi anyag feldolgozása, digitalizálása terén végzett nagyon jelentős és kitartó munkát. Egyébként szeretném bemutatni, hogy nem előzmény nélküli az album, mert már évekkel ezelőtt kiadtunk egy válogatást, egy CD-romot a képzőművészeti közgyűjteményünk anyagából válogatva. És ez még nem döntötte le a falakat. De azt reméljük, hogy az album már igen, bár ez egy rendkívül értékes kiadvány. És szeretném mutatni az újabb előzményt, ahol most vagyunk, a Roma Parlament állandó kiállításán. Sokat mond, hogy ezt a kiállítást 15 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt nyitottuk meg, és máig nincs Magyarországon ehhez hasonló állandó kiállított terem. Sem állami, sem kormányzati, sem fővárosi. Ez az egy van pillanatnyilag, és ez azt hiszem, hogy mi örülünk neki roma parlamentesként, de amúgy elszomorító tény, mert gyönyörű kiállító terveinek kellene lenni. De a maradandó értékeket közvetítő Antivár Fogló című albumunkat. Azért mutatom be ezt, hogy a festészet mellett más területekkel is. Ez például a folklór és zene gyakorlatilag maradt. Tavaly jelentettük meg az első cigány nyelvű európai szótáron címmel 11 nyelven ezt a szótárt. Cigány magyar mellett irányítva.